Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Vendégem Hortobágy egyik ikonikus helyszínén, Hortobágy és a fogadhajtás meghatározó személyisége, Finta Gábor. Kedves Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt lehetünk, és beszélgethetek veled karrieredről, életedről, hiszen Hortobágyon élsz, innen indult a munkád, és meghatározó személyisége vagy a fogadhajtásnak. Kezdetektől szeretnélek kérdezni, hogy a te életedben hogyan kezdődött, hogyan jött a lovak iránti szereteted? Először is köszönöm a meghívást. Hát tulajdonképpen a lószeretet az egészen gyermekkortól datálódik. Mindig szerettem a lovat, már kicsi koromban is, hogyha nem akarták, hogy baj legyen velem, akkor odaállítottak a kiságyba az ablak mellé, és ott szaladgált a szomszédba egy kis csikó, és akkor egész nap jól el voltam azt nézegetve. Persze aztán később nem így alakult a helyzet, viszont mindig lovakkal szerettem volna foglalkozni. Én azért végeztem az agrárt, hogy a lovak közt legyek utána, lótenyésztéssel, lovasportokkal foglalkozzak, és így kerültem Hortobágyra. Persze először elég sok kaland játszott közbe. Nyilván a nagy álmom Bábolna volt akkor először, mert ugye az volt talán Magyarország egyik legmeghatározóbb nemzeti ménese, és hát oda szerettem volna menni. Aztán később egy érdekes véletlen folytán, ami a későbbiekre hat ki majd, Váradi Jenő volt akkor a fogadhajtó sportszövetségi kapitánya, és autóstoppal jöttem haza a Balatonról. Már akkor a végzés előtt egy évvel voltam, és ő vett fel. És én nem tudtam, hogy ki, nem ismertem, viszont tudtam, hogy ki ez a Váradi Jenő. Tehát ő volt a meghatározó a Hortobágy lótenyésztésébe is, mint központi irányító. És akkor beszélgettünk Pestig, kérdezgetett, mint egy abszolút kívülálló, de aki azt se tudja, hogy a ló egyáltalán mi, csak úgy nagyjából hallott már róla, és szóba került többek között az is, hogy mit csinálok. Akkor éppen Hortobágyon voltam gyakornok, és kérdezgette, hogy mit akarok utána, ha végzek. Mondtam, nyilván Bábolnára szeretnék menni. Aztán megérkeztünk Pestre, és akkor mondta, hogy hát az életben még találkozni fogunk, Váradi Jenő vagyok. Akkor kezdtem átgondolni, hogy mennyi hülyeséget magyaráztam, mert akkor én elmagyaráztam neki a hortobágyi tenyésztés összes titkát. Aztán múlt az idő, egy pár hónap múlva találkoztam vele, és akkor mondja, hogy na, ha végeztél Bábolnán, megvan a munkahelyed, várnak. És akkor aztán úgy alakult a helyzet, hogy itt vége szakadt a gyakorlatomnak, és az akkori igazgató kérdezte, hogy mit akarok csinálni végzés után. Hát mondom, megyek Bábolnára. Hát nem menjek, hát maradjak itt. Az akkori ménesvezető Hetei Gyurka bácsi nyugdíjba készült, nem sokára, pár év múlva, mondta, hogy maradjak itt. Közben betanulok mellette, és nyugdíjba megy, akkor én lehetek helyette. Aztán így maradtam Hortobágyon. Így lett az első munkahelyem a Hortobágyi Állami Gazdaság, és innen is mentem nyugdíjba. Nagyon szép. És a sportolói tevékenységed is akkor itt kezdődött? Egyből itt kezdődött, iskola után, abszolút, igen. Egyetem után? Egyetem után, amikor itt kezdtem dolgozni, akkor hát a fogadsport érdekelt, mint a lovasportok egyik szép ága. Itt volt négyes fogad kettő is. És akkor úgy oda csapódtam a fogadhoz, nézegettem, hogy megy, mind megy. Pásztor Gyuri bácsi volt a hajtó,
és akkor jártam vele versenyekre, és akkor ő, mikor abba hagyta a versenyzést, akkor átvettem tőle a fogatot, és akkor jött az érdekessége, hogy Váradi Jenő lett a szövetségi kapitányom. Úgyhogy ezt sokszor emlegettük aztán versenyeken, hogy milyen az élet. Milyen az élet, igen. Találkoztatok, és aztán elindultál ebben a sportágban, nagyon szép sikereket értél el. Igen, elindultam, akkor még a magyarok sportja volt a fogathajtás. Tulajdonképpen ami versenyen magyarok megjelentek, azt megnyerték, és akkor nagyon büszke voltam rá, hogy én lehetek ennek a csapatnak a tagja. És itthonról megkaptam nyilván a megfelelő támogatást hozzá. Jártam versenyről versenyre, Európa-bajnokságok, világbajnokságok, nemzetközi versenyek, így aztán nagyon sokat utaztam, nagyon sokat versenyeztem, nagyon élveztem, nagyon sok élményem, és kaland fűződik ehhez a körülbelül 25 évhez. Igen, a sportág büszkesége lettél, és aztán, amikor apa hagytad a sportolást, áttértél a szakmai munkára. Lóval való foglalatosság olyan, hogy ezt nem lehet abba hagyni. És mikor már nem versenyeztem tovább, akkor nyilván valamit kezdenem kellett, és nem is a bakról, de a pálya széléről próbáltam ezt tovább folytatni. És akkor elkezdtem foglalkozgatni a pálya építésével, és akkor azokat a pályákat tervezgettem, csináltam, amin a versenyek zajlanak, míg nem én lettem a 2-es és 4-es fogathajtó válogatott szövetségi kapitánya, ettől függetlenül, a pályaépítéstől függetlenül, és ezt 12 évig volt szerencsém csinálni. Azt hiszem, hogy sokkal kalandosabb és nehezebb tevékenység volt, mint az egész versenyzés, mint ahogy általában egy szövetségi kapitánynak mindig sokkal nehezebb a sorsa, mint egy versenyzőnek. Minden esetre örültem neki, és nagyon szívesen csináltam. Nagyon eredményes csapat volt a 2-es fogadba is, a 4-esbe is. A 12 év alatt nyertünk körülbelül 16-18 érmet, ebből vagy 10 aranyat. Igen, a vezetésed alatt nagyon sok szép eredményt ért el a válogatott, és hogy mondod, hogy a sikerek mögött nehézségek is vannak, milyen érzésekkel tekintesz vissza? Az idő megszépít mindent. Úgyhogy a rossz élmények azok elfelejtődnek. Csak a szépre tudok visszaemlékezni, és csak a sikerekre, és csak a jó eredményekre. Úgyhogy nyilván egy sikerhez nagyon göröngyös út vezet. Aztán, amikor az érmet kiosztják, akkor már minden el van felejtve, és mindenki örül. Rengeteg kellemes élet, tulajdonképpen negatívot nem is nagyon tudok mondani. Azért hagytam abba a szövetségi kapitányi teendőket, azért fejeztem be, mert a pályaépítés világversenyeken összeférhetetlen a szövetségi kapitányi teendőkkel. És akkor 2013-ban a 2-es VB-n felkértek, hogy építsem a pályát, de feltették azt a kérdést is, hogy vagy azt, vagy ezt. És akkor úgy gondoltam, hogy 12 év elég volt, most már próbáljuk a másikat, és akkor befejeztem, mint szövetségi kapitány, és azóta, a mai napig is a pályaépítést csinálom nagy örömmel és nagy lelkesedéssel.
Igen, minden tisztelet és elismerés, hogy Hortobágyról Amerikába és világversenyekre jársz, és 70 éves kor fölött építed a nemzetközi pályákat. Ennek mi a titka? Ilyen fiatalosan, lendületesen? Hát, én azt gondolom, hogy szerencsés alkat vagyok, meg azt gondolom, hogy az is a titka, hogy én állandóan valamit csináltam, meg csinálok. Azt mondják, hogy ha valaki nyugdíjba megy és beül a lakásba a megszokott életmódjával szakít, akkor az a vég. Hát én azt gondolom, hogy ezt én nem engedem meg a sorsnak, úgyhogy én nem ülök be a szobába, hanem ha tehetem, akkor megyek. Hál' Istennek elég sok meghívásom van versenyekre. Nagy örömmel megyek mindenhova, és sokat kell gyalogolni egy ilyen pályaépítéskor, úgyhogy az aktív mozgásom, sportom is megvan, és hát még szeretném nagyon sokáig csinálni. Nagy büszkeség, hogy ezeken a pályákon, akárhol jársz a világban, mindenhol felismerik a pályáról, hogy itt Finta Gábor járt. Hát először is minden versenyre teljesen más, új koncepcióval találom ki a feladatokat. Nyilván a verseny színvonalának megfelelő nehézségű pályát csinálok. És hát általában nem a könnyebb verziót. Úgyhogy azt megszokták, hogy amikor építek egy pályát, akkor az nem megoldhatatlan, de felkészült versenyzőt igényel. De hát én szerintem ez a normális. Akkor ott már meghatározod valahol a mércét, amikor a pálya épül, hogy... Pontosan. Nyilván ez egy olyan összetett dolog, egy ilyen pályát összerakni, hogy azért balesetet elkerüljük, a teljesítmény az nyilvánvalóan kijöjjön, a felkészülés látszon. Tehát aki megnyeri a versenyt, annak tényleg a legjobbnak kell lenni. Az a legjobb, ez biztos, igen. Aki kívülálló és nem szakmabeli, és egy kicsit szeretné megérteni, hogy ilyenkor hogyan készülnek a pályák, hogyan készülsz fel egy-egy versenynek a pálya építésére, milyen szempontokat kell figyelembe venni? Hát először is a fogadt verseny három részből áll. Van egy díjhajtás, ami tulajdonképpen nézők számára nem nagyon látványos, egy 40x100 méteres négyszögbe kerül bemutatásra a fogat különböző jármódokba, tehát ez egy abszolút szakmai része a versenynek. A második nap, ami a közönség által inkább közkedveltebb, ez a maraton versenyszám. Itt vannak mesterségesen felépített akadályok, ami kapukkal van jelölve az ABC betűjének sorrendjébe, és ezeket kell a hajtóknak megoldani különböző módon, de lényeges az, hogy minél gyorsabban. Na most én, nekem a feladatom az, hogy ezek az akadályok ugye általában a versenyek helyszínén már készen vannak. Feladatom az, hogy ezeket a betűket kirakjam a kapukat megjelölve, és a fogat útvonalát határozzam meg az akadályban. Ezek az akadályok általában ilyen 30x30 méteres területen fekszenek, és ezekbe kell a fogat útvonalát meghatározzam. Na most nyilván egy ilyen akadály kapuinak kijelölése az elég sok időt vesz igénybe, mire kitalálom azt, hogy annak a megoldása ne egyetlen lehetőség legyen, hanem több, legyen egy kockázatosabb rövid, legyen egy könnyebb hosszú,
vagy esetleg még több variáció, amit aztán majd a versenyző eldönt, hogy melyiket választja. Úgyhogy egy ilyen versenyre én egy héttel előtte legalább elkezdek már készülni. Nyilván ismernem kell a helyszínt. Ha még nem ismertem, akkor elmegyek, megnézem, megcsinálom a rajzokat, és így alakítom ki a pályát. Aztán a harmadik napon pedig az akadályhajtás, ami szintén egy ilyen 100x80-as pályán zajlik. Itt pedig ilyen műanyag kúp-szerű, erre a sportra direkt kifejlesztett ilyen akadályelemek vannak kitalálva, amik úgy vannak lerakva, hogy a kocsi nyomtávolságánál 20-30 centivel szélesebben, ebből van felrakva pályára 20, és ezek közt kell menni a fogatoknak szintén időre. Hát ennek az útvonalát is az én feladatom megtervezni. Ja, és ezeken labda van, és nyilván, ha a labda leesik, a kocsi hozzáér, akkor ez hibapontot jelent. Hát ezeket a pályákat is nekem kell megrajzolni, megtervezni, aztán majd felépíteni. Úgyhogy általában én a versenyekre már teljesen felkészültem megyek, és ott ezeket csak a helyére teszem. És hogyan érkeznek a versenyzők? Ha valakit, akkor téged hitelesen lehet arról kérdezni, hogy ilyenkor a versenyző és a lovak kapcsolata, hogyan lehet négy lóval összhangban lenni egy versenyző, hogyan választja ki, hogy mely lesz az a négy ló, akivel összhangban tud versenyezni, hogy ezeket a pályákat jól teljesítse? Hát igen, ez a legnehezebb dolog, egy jó fogat összeállítása. Hát tulajdonképpen, ha az elején kezdenénk, felmerülhet a kérdés, hogy mi a fogatló fajtája. Hát általában azt mondják, hogy a jó ló születik. Azt hiszem, hogy a fogatlónál egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mint az ugrósportban, meg a díjlovaglósportban. Azokban a sportágakban direkt a sportra tenyésztenek lovakat, tehát ugrólovat tenyésztenek, díjlovat tenyésztenek, fogatlovat nem tenyésztenek. Fogatlovat egy megfelelő típusú, szilárd szervezetű és jó küllemű, jó mozgású lóállományból lehet kiválasztani. Azt gondolom, hogy ennek a fajtája az mellékes, viszont ha egy lovat kiválasztottam, hogy na, egy ilyen fogatot szeretnék, akkor ehhez a lóhoz kellene még összeszedni ötöt legalább egy négyes fogatba, ami típusába, küllemébe, akaratába, küzdeni akarásába hasonló legalább ehhez, és abból lehet összerakni egy jó együttest. Aztán jön a munka még nehezebb része, amikor ezeket a lovakat ki kell képezni, trenírozni, felkészülni a versenyre, aztán a versenyeken ezeket a lovakat megfelelőképpen használni. Nyilván nem egy versenyen akarja az ember a lovakat használni, hanem sokan, így aztán a lóvédelme az elég fontos dolog. És aztán így áll össze a hosszú-hosszú munkával egy együttes. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ebbe cserélni kell valamelyik lovat. Nehéz megtalálni a jó lovat, így aztán, hogyha valakinek van egy ilyen nagyon jól együtt levő, összeszokott négyes fogat, attól nem is könnyen válik meg. Hortobágyhoz hogy kötődsz még ezen kívül? Tehát sokat utazol a világban, és milyen érzéssel jössz haza-vissza? Itt van a bázisotok, azért maradtál. Hát itt van, igen, itt lakunk Hortobágyon már 72 óta, akkor kerültem ide. Én tulajdonképpen Szatmár megyei vagyok, tehát úgy mondhatom, hogy bekerült hortobágyi, de olyan régen itt vagyok már, és azért Hortobágy falu olyan fiatal község, hogy már lassan őslakosnak is mondhatom magam, és hát végül is mindig ide jövök haza. Akárhonnan is.
És a családod is nagyban támogatott, feleséged Marika is végig ezen az úton. Most utazik is veled sokat a versenyekre. Milyen érzés az, hogy a család ebben támogat, megvan az összhang, és nem azt kell mondjuk esetleg, hogy sokat utazol, nem vagy, hanem ő is ebben szépen támogat. Hát én azt gondolom, hogy enélkül nem is lehetne csinálni. Szerencsés vagyok, lovas családból nősültem egyébként, és a versenyzésnek köszönhetem a ismerkedést is, ismeretséget. Úgyhogy a feleségem bátyja is versenyzett, és együtt versenyeztünk annak idején, még a 70-es években. Aztán ő már megszokta a családba, hogy ezt el kell fogadni. Ott a családban ugye, mint gyermek, mert az édesapja is versenyzett. Nyilván ott nem volt kérdés, mert ez természetes. Aztán ezt megszokta, és ezt nagyon tolerálta az én állandó utazásomat, és támogatott benne, és ezért is tudtam én ezt ilyen sokáig csinálni, meg töretlen kedvel a mai napig is. Amikor tehetem, akkor elviszem magammal mostanában, főleg külföldi versenyekre, aztán élvezi, szereti nézni a versenyeket is. Én se vagyok egyedül, úgyhogy ez így kerek. Igen, így kerek. Lovas élet nem csak munka, hobbi, szerelem, életmód és szívvel, lélekkel, hitvallás egy életen át. Hát igen, ez így van. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettem veled, és további jó munkát kívánok nektek, és jó egészséget, Gábor. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. A műsorvezetőt a Virginia öltöztette.